Szerdán 2 forinttal csökkent a gázolaj ára, előtte pedig a benzin lett olcsóbb 5 forinttal. Áprilistól még kevesebbet kell majd fizetni a tankolásért. A kormány tavaly fogadta el azt a törvényt, amely a kőolaj világpiaci árához kötötte az üzemanyagok jövedéki adóját. Eszerint, ha a Brent olaj hordonkénti ára 50 dollár fölé emelkedik, akkor csökken az adó mértéke. Ez történik most. Mivel 2017 első negyedévében a Brent típusú kőolaj ára 55 dollár volt átlagosan, ez azt jelenti, hogy a törvény értelmében április 1-től csökken a jövedéki adó. Ez a kiskereskedelmi árakban olyan mértékben jelentkezik, hogy a benzin kb. 6-7 forinttal, a dízelüzemanyag pedig 12-13 forinttal csökkenhet a kutakon. Elemzők szerint az üzemanyagárak csökkenésével akár több száz forintot is spórolhatnak az autósok tankolásonként. A benzin egyébként 2012 áprilisában volt a legdrágább, akkor 451 forintot kértek literjéért. A gázolaj szintén ebben az időszakban volt a legdrágább, 449 forint körül alakult az átlagára. TBC, kanyaró vagy járványos gyermekbénulás csak néhány betegség, amelyek ellen a kötelező oltások védelmet nyújtanak. Az oltóanyagok nem csak az egyént, de egyúttal a közösséget is óvják. Magyarországon kétféle védőoltás család van, az egyik a kötelező védőoltások, a másik pedig az ajánlott védőoltások. Hogy mi az, amit meg kell kapni, ez egy relatív kérdés, mert hogyha szakmai szempontot nézünk, akkor ide beletartoznak az ajánlott védőoltások is. Több okból lehet ajánlani egy védőoltást, lehet az életkori veszélyeztetettség miatt, lehet munkaköri veszélyeztetettség vagy utazás miatt. Csak hogy egyes szülők megtagadják a vakcina beadását. Az elmúlt években világszerte, így Magyarországon is terjedni kezdett az oltás ellenesség. A kérdés a romániai kanyarójárvány és a hazánkban is előforduló kanyarós megbetegedések kapcsán vált ismét aktuálissá. A becslések szerint a magyar szülők 1%-a dönt úgy, hogy nem adatja be gyermekének a kötelező védőoltásokat. A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke szerint, aki így tesz, nem csak jogi eljárást, de gyermeke életét is kockáztatja. A legnagyobb kockázatot maga a gyermek szenvedi el, aki ezek ellen a betegségekkel szemben nem lesz védett. A szakember azt tanácsolja, akiben kérdés merül fel a kötelező oltásokkal kapcsolatban, a házi orvostól vagy a gyermekorvostól kérjen segítséget. Rendhagyó történelmi vetélkedőt szervezette az Ugligeti iskola diákjai számára a hegyvidéki helytörténeti gyűjtemény. A gyerekeknek olyan kérdésekre kellett válaszolniuk, amelyek a környék múltjával voltak kapcsolatosak. Nem sokára elkészül az Ugligeti lovasút végállomás felújított épületének a munkálatai, ahova ugye előbb-utóbb a helytörténeti gyűjtemény át fog költözni, és ennek apropóján igyekszünk így a környékbelieket, főleg ugye az ugligetieket megszólítani, megismertetni velük azokat a helyi értékeket, ami többek között a lóvasút épülete is hordoz. Az 1868-ban épült Zugligeti lóvasút végállomás a hegyvidék egyik legismertebb épülete. Az állomás szerencsésen vészelte át a világháborúk pusztításait, és egészen a 70-es évekig szolgálta a kirándulókat. Miután az ottani villamos vonalat felszámolták, telefonközpontot, majd bérlakásokat alakítottak ki az épületben. Az utolsó lakók a 90-es években költöztek ki. A Normafa program keretében most felújítják a kultikus házat, és kulturális célokra hasznosítják. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az egykori váróterem, tehát az épületnek a közepében alakítunk ki egy kb. 120 négyzetméteres kiállítóteret, ahol az Ugliget környéki kulturális érdekességek, illetve a lóvasútnak a történetét mutatjuk be. A kvízjátékban résztvevő gyerekeket ajándékcsomaggal jutalmazták a szervezők.